Menjünk vissza 9 évet az időben, és szeretném idézni, hogy mit mondott 2015. január 10-én Orbán Viktor miniszterelnök, ezt fogom most felolvasni. A gazdasági bevándorlás rossz dolog Európában, nem szabad úgy tekinteni rá, mintha annak bármi haszna is lenne, mert csak bajt és veszedelmet hoz az európai emberre, ezért a bevándorlást meg kell állítani. Mi nem fogjuk megengedni, legalábbis amíg én vagyok a miniszterelnök, addig biztosan nem, és amíg ez a kormány van, addig biztosan nem fog megtörténni, hogy a bevándorlók célpontjává váljon Magyarország. Eddig az idézet, és ennek érdekében a kormány az elmúlt években nemzeti konzultációkat szervezett, népszavazást tartott, és természetesen a magyarok döntő többsége kinyilvánította egyértelmű akaratát, hogy nem szeretnének tömeges bevándorlást, se gazdaságit, se semmilyet. És ez így is van jól, ez teljesen rendben van, és a Mi Hazánk mozgalom álláspontja is ez. Illusztrációként be is mutatnék néhány korabeli kormányzati plakátot, hogy emlékeztessek mindenkit, hogy mi volt akkor a kormány kommunikációja. Többek között teleplakátolták az országot azzal, hogy ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a törvényeket. Itt ez látható. Aztán, ha emlékszünk rá, volt olyan is, hogy ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a kultúránkat. És ami talán a leghíresebb és azóta már gyakorlatilag szállóigévé vált, hogyha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját. Ugye erre azt hiszem, hogy azok is emlékeznek, akik nem követik túlságosan a napi politikát. Csak hogy az elmúlt években úgy tűnik, mintha megváltozott volna a helyzet, és a kormány a globális nagyvállalatok kedvéért tágra nyitotta az ország kapuit a harmadik világból érkező vendégmunkások, tehát a gazdasági bevándorlók számára. És jelen pillanatban ott tartunk, hogy most már jócskán 100 000 fölött van a vendégmunkások száma Magyarországon. Ezek a vendégmunkások lenyomják az amúgy sem magas magyar fizetéseket, csorbítják a magyar dolgozók munkajogaikat, és az sem igaz, amit a kormány állít. Tehát az is egy hazugság, hogy csak olyan helyre szabad felvenni vendégmunkásokat, ahová nem jelentkeznek magyarok, mert most már egy jó ideje, hosszú ideje, tömeges elbocsátási hullám indult el, és rúgják ki folyamatosan a magyarokat, és helyükre afrikai vagy ázsiai vendégmunkásokat vesznek fel. Ebben pedig nagy segítségükre van a modernkori rabszolgakereskedelem, az úgynevezett munkaerő közvetítő cégek, amelyeknek nem néz a körmére a kormány, sőt Dúró Dóra írásbeli kérdésére, amit a kormánynak címzett, gyakorlatilag nem adtak értékelhető választ. Hogyha már az előbb szemléltettem, hogy 2015-től kezdve milyen kormányzati plakátok voltak láthatóak az országban, és hogyan próbálták elhitetni a magyarokkal a kormány, hogy ők tényleg migrációellenesek, akkor most nézzünk meg pár kiválasztott képet, véletlenszerűen választottam, rengeteget tudnék még bemutatni, hogy mi jelenleg a helyzet Magyarországon. Itt látható például, ez Kaposváron készült, turbános fiatal emberek, vendégmunkások tartanak éppen az egyik helyi gyárba. Aztán itt jól láthatóan indiai vendégmunkások, ez egyébként a kecskeméti füredi autós iskola előtt készült, ahol nagy üzemben gyorsítva osztogatják a vendégmunkások számára a jogosítványokat, és ennek egyébként még külön kockázata is van, egészen más kulturális közegből, vezetési közegből érkező vendégmunkásokat, ha tömegével az utakra engedünk, az életveszélyes. Ez az esztergomi Suzuki gyár környékén készült, éppen a minapokban került ki az a hír, hogy több száz vendégmunkás dolgozik most már az esztergomi Suzuki gyárban is, és amit mondjuk itt a fővárosban a legtöbben tapasztalnak, hogy nem tudnak már úgy ételt rendelni a magyarok, hogy ne vendégmunkás hozná ki, ezek pedig volt futárok, itt is elképesztő módon üldözik el a magyar dolgozókat, és vesznek fel helyükre vendégmunkásokat. A Fidesz tehát mondhat bármit,
retorikai szinten tüntetheti föl magát migráció ellenesnek, ez a globális kapitalizmus érdekét szolgálja, és arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a másik oldal, a balliberális tömb szintén ugyanezen az oldalon van lényegében, és ők már 2015-ben, amikor a déli határon elkezdett épülni a kerítés, akkor ellenezték azt, úgyhogy most esetleg, hogyha önös politikai érdekből is felszólalnak a kormány vendégmunkás politikája ellen, arra azt lehet mondani, hogy teljes mértékben hiteltelen. És ugye van még egy hazugsága a kormánynak, amivel megpróbál védekezni az ellen, hogy hogyan árulta el, hogyan csapta be a szavazóit és a magyarokat, hogy azt mondják, hogy a vendégmunkás nem migráns. Ez nevetséges és komolyan vehetetlen érv, mégis mi volna? Olyannyira migráns, hogy meg kell nézni, hogy a 60-as, 70-es években Nyugat-Európában vendégmunkások képében kezdett el kibontakozni a tömeges migráció, aminek látjuk az eredményét. A Mi Hazánk mozgalom szerint tehát a következő évek legfontosabb kérdése lesz a vendégmunkás kérdés. Most dől el a jövőnk, hogy lesz-e magyar Magyarország, hogy maradnak-e magyar dolgozók, magyar fiatalok ebben az országban, vagy pedig lecserélik őket ázsiai vagy afrikai vendégmunkásokra, ők pedig Nyugat-Európába vándorolnak. Nincs tehát jelenleg fontosabb kérdés, és a két oldal, a Fidesz és a balliberális tömb minden retorikai különbség ellenére ugyanazt képviseli, egyetlen lehetősége van a magyaroknak, a valódi harmadik út, a Mi Hazánk mozgalom, és hogyha változást szeretnénk, akkor arra kérek mindenkit, hogy már most július 9-én az önkormányzati és az EP választásokon is szavazzon a Mi Hazánk mozgalomra, mert minket csak a dolgozó magyarok érdekelnek, senki más.